Jó estét kívánok! Valószínűleg mindannyiunk életében vannak meghatározó pedagógusok. És valószínűleg mindannyiunk életében vannak olyan pedagógusok, akik sok-sok éven át tanítottak, és ha egy más korosztályban találkozunk, és elkezdünk beszélni valakiről, akkor mind a kettőnknek mosoly szökik az arcára. De egy ilyen pedagógus ül velem szemben, Tóth Lászlóné, a Nyitott Világ Alapítvány vezetője, aki a Galeg Gimnáziumban vezetett, vagy tanított sok-sok éven keresztül nyelvet. Jó estét kívánok! Amikor elkezdett nyelvet tanítani, akkor a nyelvtanulás szerepe és fontossága valami egészen másmilyen volt valószínűleg, mint ma. Hát igen, sok-sok évre tudok visszaemlékezni. 41 évvel ezelőtt kezdtem tanítani a gimnáziumban. Németet és oroszt akkor még, utána már csak németet a rendszerváltás után. És hát én úgy gondoltam, hogy a diákoknak legyen az akkor, a kezdetekkor, vagy a mai napon is. Tehát valami olyan használható nyelvtudást kell biztosítani, amivel tudnak élni, versenyképesek tudnak lenni, jó szakemberek tudnak lenni, egy picit többek tudnak lenni, és az elvárásaiknak, a különböző cégek elvárásainak meg tudnak felelni. Na most mit tud ehhez biztosítani egy iskola? Hát én 41 éven át azt láttam, hogy egy bizonyos óraszámot, elvárásokat, tehát ami a tantervben, a tanmenetben van, annak kell megfelelni, osztályközösségek vannak, nagyobb létszámok és adott tankönyvek, tehát egy tanárnak ehhez kell tartania magát. Ezt tettem én is, nyilván az általános iskolai tudásra építünk, ez nagyon fontos, hogy ezt megjegyezzem, tehát mi folytatjuk azt, amit a kollégák elkezdtek, és amit ki lehet hozni 4 év alatt az érettségig, hát azt megpróbáljuk, mi tanárok. 40 évvel ezelőtt, amennyire én emlékszem, az akkori nyelvtanítás az nem feltétlen volt életszerű. Igen. Egy picit régebben ilyen nyelvtanközpontú tanítás volt, tehát az írásbeliségre helyeztük a hangsúlyt, nem a beszédre. Aztán utána teltek az évek, évtizedek, akkor jött a kommunikatív nyelvoktatás. Tehát valójában soha nem lehet a két szélsőt nézni, az egész egyben van, de az biztos, hogy a cél az egy idegen nyelvtudásnál, hogy az ember beszélni tudjon. És hát lehet, hogy ez volt az, ami 23 évvel ezelőtt így ötletként jött, hogy valami pluszt kell adnunk a diákoknak az iskolai tanítás mellé, hogy merjenek beszélni, merjenek megnyilatkozni, akár itthon, akár külföldön, tudják elmondani a gondolataikat, még ha az néha hibás is, de hiszen nem az a lényeg, hanem az, hogy átjöjjön a gondolat. Amikor én tanultam nyelvet, akkor még belénk vertek egy csomó nyelvtani szabályt, és igazán egy pohár vizet nem tudtunk kérni semmilyen nyelven, amivel megpróbáltak minket megtanítani. Hát igen, ez nyilván összefügg azzal, amit mondtam, hogy az iskolában nekünk, tanároknak megvolt valamilyen szinten kötve a kezünk, de hogy mondjam, tehát igen, szükség van arra, hogy az ember pluszokat is tanítson. Tehát olyanokat, amivel tud egy pohár vizet kérni, amivel nem jön zavarba. Tehát valahol ezek voltak a fontosak. Nyilván azt is látni kell, hogy a nyelvek se különbözőek. Most én például a németet tudom mondani. Sajnos a német nyelv olyan, hogy kötött, tehát fontos a nyelvtanja, a grammatikája, tehát valahol ehhez is igazodni kellett, de amit mond, tehát ez egyértelmű, tehát egy nyelvet beszélni kell, és sok-sok év után ezt most már abszolút első helyre helyezem. Hogy jutott a gondolat, hogy csináljunk valami mást? Hát úgy jutott a gondolat, hogy éreztem, hogy a diákok aranyosak, mert akkor is ugyanolyanok voltak, mint most, tehát szeretnivalóak, szorgalmasak, igyekvőek, és azt gondoltam, hogy ezt a plusz nekik valahogy meg kell adni, hogy merjenek bátran beszélni. És akkor jött az ötlet, hogy csináljunk valamit. Ehhez támogatást kaptam szülők részéről különösen, és akkor 97-ben, tehát 23 évvel ezelőtt megszületett a Nyitott Világ Alapítvány, ez egy közhasznú alapítvány, és hát azóta működünk. A tematikát kellett megváltoztatni, a képzés egész rendszerét, vagy az egész gondolkodásmódot arról, hogy hogy kell nyelvet tanítani? Azt gondolom, hogy ezt ilyen élesen talán nem választanám el. Tehát nyelvet tanítani, gyakorló nyelvtanárok, azt gondolom a mindennapokban tudjuk, hogy hogyan kell, vagy kellene, igyekszünk, törekszünk arra, hogy próbáljuk jól csinálni.
Azt a pluszt, ami a beszédkészséget fejleszti, azt gondoltam beletenni, és ehhez adott segítséget például akkoriban az a nulladik évfolyam, ahol nagyon magas óraszámmal tanítottuk a nyelvet, angolt, németet. Tehát ha belegondolunk, akár pedagógusként, vagy szülőként, diákként, hogyha az embernek a hetente 3 óra áll rendelkezésére, akkor nyilván nem tud annyit megtanítani, ez egyszerűen így van, mint hogyha sok óra áll rendelkezésére. Tehát sok órában kell tanítani, intenzíven kell tanítani, és nyilván a tematikát egy picit úgy kell alakítani, hogy a sorrend egy picit változzon, tehát a beszédkészség kerüljön első helyre, és ami még szükséges, ezt egy picit hátrébb kell tolni. Én azt gondolom, talán ez volt. Meg még egy dolog volt, nagyon fontosnak tartom azt, hogy anyanyelvűekkel beszéljenek a gyerekek, tehát hallják őket, és ők is merjenek beszélni. Nagyon fontos a sikerélmény. Tehát legyen a diáknak meg az a sikerélménye, hogy ő megérti azt a külföldit, azt a nyelvet, azt az eredeti nyelvet, eredeti beszédtempóban, eredeti szavakkal, szókincsel, és akár el is tudja mondani, amit szeretne. Az igaz, hogy a nyelvtanulás egyik kulcsa a sikerélmény? Hát én azt gondolom, hogy abszolút ez a kulcsa. Tehát egy jó érzés az embernek, hogyha valamit elér. A sikerélmény az egy nagyon-nagyon fontos motiváló erő, én azt gondolom, minden szakmában, minden területen, és a nyelvtanulásnál ugyanúgy. És miután mi diákokkal foglalkozunk, tehát evel a korosztállyal, ezeknek a fiataloknak nagyon-nagyon szükségük van arra a fajta sikerélményre, biztonságérzetre, amit igyekszünk nekik megadni. Rendben, hogy jött egy gondolat, hogy ezt így kell csinálni, de minden gondolatnál a visszacsatolás az, ami megerősíti a kitalálót. Igen. Szóval mikor jöttek az első olyan visszajelzések, hogy jó ez, amit mi akarunk? Hát 97-ben indultunk, abban az időben 3 éven keresztül nulladik év folyam formájában tanítottuk a nyelvet, és gyakorlatilag én akkor azt tudom mondani, hogy egy év után rögtön, mert ennek a lényege az volt, hogy egy év intenzív nyelvtanulás után egészen konkrétan egy középfokú nyelvvizsgát tudjanak letenni a diákok, és tudjanak beszélni. Tehát ha erre a konkrét kérdésre konkrét választ kell adnom, akkor azt gondolom, hogy rögtön egy év után. És ez minden évben megismétlődött. Mert a diákjaink egész évben nagyon szépen tanultak, évvégén külföldre kellett menniük, mentünk, szerveztük nekik, Angliába és Ausztriába mentek a csoportjaink, és amikor hazajöttek, mindenki nyelvvizsgát csinált. Tehát ilyen 95%-os sikerrel. A nyelvi környezet ennyit segített? Igen, a nyelvi környezet sokat segít. Tehát ott csatol vissza a diák, hogy igen, értem, és rögtön felfigyel arra, hogy jé, ezt már tanultuk, vagy jé, ezt így kell mondani, rögtön megjegyzi. Nagyon kell figyelni arra, hogy ez a nyelvi környezet a kellő időben jöjjön a diáknál, tehát ne túl korán, mert akkor az csak egy ilyen kis utazássá válik, tehát igazából tanulni kell, és azt egy bizonyos tudás után kell. Aztán eljött az idő, amikor a gimnázium és az alapítvány külön vált. Miért Igen. kellett? Igen, hát ez 2000-ben volt, 3 év után, ahogy említettem, ez egy közhasznú alapítvány, és a 15 éves diákoknak a tankötelezettség ugye kötelező volt, akkor is, most is, és ezek a jogi keretek, az alapítvány már nem volt elég ahhoz, hogy ezt a tankötelezettséget biztosítsa, és akkor egy picit profilt váltottunk, talán így tudnám mondani, a lényeg ugyanaz maradt, tehát nyelvet tanítottunk, de nem nulladik évfolyam formájában, hanem délutáni tanfolyamok formájában. Nyelvtábort szervezünk nyaranta, és rendszeresen anyanyelvi környezetben biztosítunk gyakorlási lehetőséget a diákoknak. Van egy kettőség a történetben. Amíg a nyelvtanulás egy iskolai keretek között zajlik, addig a gyerekek eredménye az iskola könyvelheti el. Amikor ez külön válik, akkor bár a gyerek ugyanabban az iskolában jár, azért megkérdőjeleződik a siker. Hát én erről a következőt gondolom. Valóban így van.
Tehát az eredmény, nézzük egyszer meg, hogy hol van. Megjelenik az eredmény az iskola statisztikájában, ez egészen biztos. A valódi eredmény, én úgy látom, az a gyerekben van, tehát hogy megtanult egy nyelvet és tudja használni. Az első 3 évben iskolában voltunk, iskolai keretek között, most pedig azóta, 2000 óta iskolán kívül van ez az alapítvány, de ugyanazokat a diákokat tanítjuk. És én azt gondolom, hogy ez szép. Ezt nem lehet külön választani. Az, hogyha a diákok délután jönnek, iskola után, és tanítjuk őket, kiegészítjük azt a tudást, amit az iskolában kapnak. Én ennek csak a pozitívumát és a szépségét látom. És hogy ez hol jelenik meg, tulajdonképpen mindegy. Kiegészítik a tudást, vagy ez egy egészen más történet? Mert rá lehet építeni, vagy rá kell leépíteni egy koncepciót az iskolában tanult dolgokra, vagy azt kell mondani, hogy amit az iskolában megtanítatnak veled, mert az van a tanmenetben, az egy Igen. dolog, délután megtanulsz egy olyan tudást, amit egyébként használni is fogsz tudni. Hát én azt gondolom, hogy valóban ez valószínűleg így van. Délelőtt a diáknak azt kell megtanulnia, ami ott van, de én azon a másik oldalon is voltam 41 évig. Én azért mondom, hogy nehéz ezt a kettőt így külön választani, meg bennem is együtt van az egész, tehát én úgy látom, hogy ez a kettő gyakorlatilag egy és ugyanaz. A délutánokban, ami nekem élmény, a diákok iskola után jönnek, és oda nem kötelezően jönnek, tehát én talán ezt emelném ki. Akik délután jönnek, nagyon sokan, nagyon-nagyon sokan. Nyilván elsősorban a legtöbb diákunk a Garai Gimnáziumból jön, az egykori munkahelyemről. Őket ismerem, szeretem, tudom, de jönnek más iskolából is. Na most ezek a diákok saját akaratukból jönnek, céltudatosak, tanulni akarnak, nyitottak arra a dologra, amit délután kapnak, tehát azt a bizonyos pluszt, amiről beszéltünk, amire esetleg nincs idő az iskola délelőtti kereteiben megvalósítani, azt ők szívesen fogadják, és ezért öröm nekik adni. Tehát ugyanez vonatkozik a munkás délutáni tanfolyamainkra, amik ugye szeptembertől júniusig tartanak, ahogy az iskolák is működnek. Az egy dolgozós, kemény munka, de nagyon jó, nagyon jó, élvezetes, a diákok jók, hálásak. Aztán a nyári programjainknál, mert ez is kiegészíti, az egy picit látványosabb, könnyebb a diákoknak, úgy gondolom. Ezek nyelvtáborok, ahol külföldiekkel vannak. Tehát ott csapódik le az, amint végig dolgoztak egy éven át, hogy tanulnak, és akkor nyáron kipróbálják magukat egy külföldivel, vagy elmennek külföldre. Az a diákok szempontjából egy élvezetesebb dolog. Én azt gondolom, ez az egész így együtt van. Én néhányszor forgattam a nyári táborokban, Igen. és én ott egy csomó céltudatos fiatalt láttam, akit nem zavart, hogy 40 fok van, és egyébként fürödhetne a domboriban vagy bárhol, hanem órákat ült, és szívta magába a tudást. Ez így van. Szóval, hogy kell ez a fajta elhivatottság vagy elköteleződés egy dolog mellett ahhoz, hogy ezt sikerre lehessen vinni? Én ezt csodálattal nézem. Évről évre, sok éve tényleg ott ülnek és tanulnak. És ez egy nagyon-nagyon intenzív hét. Nem is akarunk a tematikánkon változtatni, ez így megy kezdetektől. Igény van rá, jönnek, szeretik. Minden óra más tanárral van. Ezek olyan váltások, olyan koncentrációt igényel, ami egy felnőttnek is, hogy mondjam, megerőltető tud lenni, nem hogy egy diáknak, és nem hogy nyáron, amikor tényleg fürödhetnének. Ez egy elkötelezettség, azt gondolom. De nem csak a pálma. Igen, de az, hát nem tudom. Szóval diákokat szoktunk kérdezni, ők maguktól jönnek oda, örömmel jönnek. Tehát ha ez nekik valamiért nem lenne jó, akkor valószínű nem jönnének, de ezt nem győzöm hangsúlyozni, csodálom a fegyelmezettségüket, az elkötelezettségüket, a tudásvágyukat, és minden évben azt akarom, hogy sikerélménnyel menjenek haza a tábor végén. Tehát ez a legszebb, én azt gondolom, amit a diákoknak adhatunk. Az idő egy picit eljárt már nem a beszélgetésünkben, hanem úgy egyébként. Úgyhogy a gimnázium mint olyan kimaradt az életéből már. És
De az alapítvány működik. Működik, igen. Igen, tudomásul kell venni, ha elment az idő, ezt nem lehet másképp mondani. 41 év se kevés, tehát annak vége van, de én úgy gondolom, hogy egy nyelvtanárnak, vagy én magamra gondolok most, igazából a hivatástudata a legfontosabb, hogy mit is akart elérni. És az, amit én úgy gondoltam, hogy az én feladatom, küldetésem, azt tulajdonképpen ugyanúgy folytatom most is. Tehát csinálom, tanítom a diákokat, jönnek, a bizalmon alapul a munka, figyelnek arra, amit mondunk nekik. Tehát én úgy gondolom, hogy ugyanaz megy tovább, ami eddig is volt. Mert hogy amíg az iskolában tanított, addig lehetett azt mondani, hogy na jó, ott van a merítés. Most, hogy nincs ott a merítés, és a gyerekek jönnek, ebből nyilván azt lehet lemérni, hogy maga az ötlet és maga a dolog abszolút nyert, és a helyén van. Ja, hát én is ezt gondolom, és ez egy nagyon-nagyon jó érzés, ezt tudom mondani. Szinte még többen jönnek. Visszajelzés az, hogy amit kitaláltak, és ahogy kitalálták, az ma a közoktatásban kezd bevezetődni? Hát igen, ez, hogy közoktatás nem is hangzott el itt most, ennek az egésznek 97-ben a célja az volt, hogy a közoktatást egészítse ki, mert a közoktatás keretei meghatározottak, tehát ott annyit lehet, amennyit, és az egész alapítvány, a Nyitott Világ Alapítvány azért jött létre, hogy ezt kiegészítse. Tehát azért, hogy tanítsuk a diákokat, alakítsunk ki náluk egy értékrendet, egy igényszintet. Tehát, hogyha most azt mondom, hogy milyen is volt ez az eddigi 22-23 év, én azt látom, hogy a diákoknál elértük, amit akartunk. Maguktól fognak a kezükbe egy idegen nyelvű újságot, elolvasnak egy újságcikket. Ha külföldön vagyunk, ezt nekik nap mint nap kell csinálni, de kialakult náluk ez az igényszint, tehát ez is egy nagy cél volt. Elővesznek egy könyvet, és képesek elolvasni idegen nyelven. Eljönnek a Goethe moziba, ahol németül beszél a film, és megértik. Tehát kialakult egy igényszintjük, akarnak utazni, akarnak külföldivel beszélgetni, akarják, hogy el tudjanak mondani dolgokat. Tehát ha a konkrét nyelv tanításon kívül próbálnak megfogalmazni célokat, akkor azt gondolom, hogy ezek mind célok. És ezeket a célokat mind elértük, és elérjük nap mint nap. Például, ahogy említettem, ezek a munkás délutáni tanfolyamok. Hát az tanulást jelent, házi feladatot, készülést, tehát az nem annyira jó, az egy munka. És a gyerekek eljönnek, és megcsinálják azt a házi feladatot, és csodálom őket, mert ezt iskolán kívül csinálják. Tehát ők már egyszer délelőtt rengeteget dolgoztak. Aztán sportolnak, különböző művészeti területeken alkotnak, eljárnak, táncolnak, énekelnek, minden. Belefér nekik még ez, mert azt akarják, hogy beleférjen, és a szüleik is. Én most arra gondoltam, hogy a módszertanra gondoltam. Tehát hogy az, hogy a tanítás módszere megváltozott a nyitott világban, és ezek az elemek megjelennek ma abban a gondolkodásban, hogy hogy kéne az iskola rendszerben nyelvet tanítani, az egyfajta visszajelzés arra a szakmai tudásra, amit 20 évvel ezelőtt. Igen, igen, ez tényleg így van. Úgy most nézem, hát most a legújabb, ugye, hát talán két dolgot emelnék ki. Az egyik maga a nyelvvizsga megléte, tehát erről is már sokszor beszéltünk, hogy igen, kell az a papír is, meg a tudás a felvételihez, a diplomához, ez egy dolog. A másik, amit most ebben az évben vezetnek be először, az, hogy lehetőségük van a magyar diákoknak 2 hétre külföldre menni és nyelvet tanulni. Hát ezt mi megcsináltuk 22 évvel ezelőtt. Kinyitotta a világot a gyerekeknek? Én azon voltam, hogy kinyissam. Én azt gondolom, hogy sikerült. Én azt gondolom, hogy sikerült, igen. Köszönöm szépen. És köszönöm. Kedves nézőim, köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra.